Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, legfrissebb helyi híreink következnek. Új vásárcsarnok, K20 projekt, Dénesi Ödön program, csak néhány sikertörténet a pécsi vagyonhasznosító tavalyi évéből. A társaság vezérigazgatóját arra kértük, értékelje televíziónknak a 2022-es esztendőt. Egy valóban építészeti remeket fogunk tudni ma átadni a pécsi közönség számára. Így méltatta Péterfi Attila Pécs polgármestere az új vásárcsarnokot júliusban. A létesítmény átadása az üzemeltető pécsi vagyonhasznosító számára 2022 legfontosabb eredménye volt. Ezt egy tudatos előkészítő munka előzte meg már, azt kell mondom, egy költözés előtt egy másfél évvel. Ennek következtében tudtuk elvégezni úgy az átköltözést, hogy egy napig nem volt se régi vásárcsarnok, se új vásárcsarnok. Magyarul több mint 200 bérlőt másfél nap alatt költöztettünk át az újba, és így július elején zökkenőmentesen meg tudott nyitni az új csarnok. A megnyitás után néhány hónappal mérték a forgalmat is. A felmérések alapján a látogatók száma egy hét alatt a 45 ezer főt is meghaladta. 2021-es indulása óta hasonló siker jellemzi a K20 projektet, amelynek keretében a Király utca 20 szám alatti ingatlant a nyertes vállalkozások kedvezményes konstrukcióban bérelhetik 4 hónapon át. A helyi gazdaság élénkítését megcélzó pályázat mellett fontos megemlíteni a Dénesi Ödön programot is, amely kezdeményezés telekvásárlásra ad lehetőséget pécsi vagy Pécset letelepedő fiatalok számára. Az eredmények és sikerek mellett természetesen az országos és nemzetközi súlyos gazdasági helyzet a pécsi vagyonhasznosító működésében is éreztette hatását. Mindenről az év végén az igazgató így nyilatkozott stábunknak. Azt látjuk, hogy ebben az évben már 100 millióval nőtt meg 2022-ben az energiaköltségünk. Ez nyilván egy kihívást tartogat mi számunkra is jövőre. Ez lesz az egyik legnagyobb feladat, hogy ezt hogy fogjuk kezelni, de azt gondolom az új állatunk bevezetett új vállalatirányítási rendszernek a erős kontrollingja az nekünk segít a monitorozásban és a gyors beavatkozásban. A vezérigazgató kiemelkedő eredménynek értékeli, hogy az említett nehézségek ellenére a pécsi vagyonhasznosító kintlévőség állományát 2020-hoz képest több lépésben majdnem a harmadára, azaz 75 millió forintra sikerült csökkenteni. 2022 komoly elismeréseket is hozott a K20, illetve a Dénesi Ödön program, továbbá az új vásárcsarnok weboldala Városmarketing gyémánt díjban részesült. Szabó Szilárd szerint 2023 legnagyobb feladata a Diana téri piac felújítása lesz. A tervek szerint a kivitelezés is lezárul ebben az esztendőben, így idéntől immár a kertvárosiak is 21. századi követelményeknek megfelelő helyszínen vásárolhatnak a jövőben. Koncert 8 helyszínen, ezt kínálja az idei Made in Pécs Fesztivál. Idén 8. alkalommal tartják meg az egynapos rendezvényt, január 7-én szombaton a Sok Pécsi Együttes mellett. Kőbányáról és Szlovéniából is érkeznek előadók a pécsi zenei élet ünnepére. A 20 perces koncertek reggel 10 órakor kezdődnek és vasárnap hajnalig tartanak. A 2023-as Made in Pécs Fesztivál az Amper Klubban, a Pécsi Estben, a Made in Pécs Caféban, a Tititában, a Sárkány Barlangban, a Trafikban, a Nappaliban és a Szabad Kikötőben várja majd az érdeklődőket. A belépés ingyenes. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Csütörtökön sokfelé indulhat esővel a reggel, később is többfelé alakulhat ki futózápor. Napközben és este megélénkülhet a szél, néhol egy-egy viharos széllökés sem kizárt. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Viszontlátásra!